Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Azért nevetek, mert szerettem volna ma videózni, viszont nem így. Most éppen a kocsiba ülök, és elindultam már valahova, mindjárt gyorsan elmondom, hogy hova, csak az előzményeket is elmondom. Reggel felkeltem, videót vágtam, utána Bence is felébredt, főztem kávét, megkávéztunk, és elkezdtünk beszélgetni, amikor rájött, hogy basszus, neki fél óra múlva mennie kell be a városba, és egy megbeszélése lesz, ahova nekem nem volt kedvem menni, őszintén nem túl izgalmas, úgyhogy mondtam, hogy én nem megyek veled, viszont nagyon szerettem volna videózni, de hát az időjárás közbeszólt, egész nap eddig szakadt az eső, most pont úgy tűnik, hogy elállt, és nagyon meleg van, vagy 25 fok, és szakad az eső. Úgyhogy azt elvetettem, hogy valahol kint videózzak nektek, viszont arra gondoltam, hogy ha már így külön vagyunk ma Bencével, akkor elmegyek lovasboltba, és vásárolgatok egyet. És van pár dolog, amit külön szeretnék egyébként megvenni, azon kívül, hogy imádok lovasboltba nézelődni, és nagyon szeretek Enjoynak is cuccokat venni. Tegnap egyébként volt egy kis veszekedésünk, vagy hát nézeteltérésünk öcsivel, és Enjoy etetéséről beszélgettünk, amiben teljesen különbözik a véleményünk, úgyhogy egy kicsit összeszólalkoztunk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy veszek neki is valamit, mondjuk nem tudom, egy új versenynadrágot, vagy valami ilyesmire gondoltam. Nem nagyon tud vigyázni a drágjaira, úgyhogy abból sose árt. Na mindegy, és körbenéztem a webshopokon, amit Pesten vagy Pest környékén van lovas volt, hogy hova is menjek, és úgy döntöttem, hogy Dunakeszire fogok kimenni a Horzéba. Találtam pár lovasboltot még ezen kívül, viszont ott voltam már, azt szeretem, úgyhogy oda fogok menni, és a webshopon úgy láttam, hogy amiket biztosan szeretnék venni, azok vannak is. Úgyhogy most elindultam, gyorsan tankoltam egyet, és indulok Dunakeszire, úgyhogy ott találkozunk. Hú, és ide is értem, és nem tudom, hogy hallatszik, látszódik valami, úgy szakad az eső. Most, hogy leparkoltam a kocsit, úgy elkezdett szakadni, és nincsen kabátom, úgyhogy izgi. Gyorsan megnézem, hogy hát, ha mégis valahova van eldugva egy kabát, és indulunk be. Na. Milyen profi? Egyre jobban szakad az eső, bár megmutatom. És ez a, egyébként a válogatott esőkabátunk, címer, és milyen szakszerű, Horze. Úgyhogy megpróbálom összekapni gyorsan itt a cuccaimat, és berejteni az esőkabátom alá, és bent folytatom a vlogot. Szóval bejöttem a boltba, nagy nehezen megúsztam az esőt, és ez nem volt tervezve, hogy magamnak kesztyűt veszek, de nem tudom, tudjátok-e, mondtam már párszor, hogy függő vagyok. Egyébként ez a szín körülbelül az én színem, most nem látok itt olyat nőibe, amit én használok, viszont ezek mennyire gyönyörű. Ezek a nyári kesztyűi, ilyet is nagyon sokat használtam. Ebbe egyébként tényleg lebarnult a kezem, pedig semmiben nem szokott. Ilyen nem is volt nagyon sokáig. Sanyi mondta nekem múltkor, hogy ki kellene mosni a kobakját, meg a tetejét, tudjátok, így letakarítani. Találtam itt ilyen kaszkós, ha jól látom, kobaktisztítót, és az egyik, azt hiszem ez a kék van a belsejére, ez meg a külsejére, úgyhogy egy ilyet biztosan veszek neki. Majdnem pontosan ilyen kobakom volt. Nagyon szerettem. Aztán váltottunk kepre, viszont elgondolkoztam már rajta, hogy újra vegyek GPA-t, ennyire szép volt, csillog. Nekem egyébként ezek valahogy nem jönnek be. Mondjuk igazából tudom, hogy olyan kerek a fejem, hogy az enyémre lehetetlen egy ilyet rárakni. Fókusz. Viszont Sanyinak tök jól állnak egyébként. Kiskoromban használtam ilyeneket. Először is találtam egy polcot, ahova le tudom tenni a kamerámat. Másodszorban pedig itt van egy csizma. Mountain Horse, és tök régóta keresek csizmát, mondjuk tök jó, hogy most nem is lovagolok. A versenycsizmám évek óta parlanti, és még mindig az a kedvencem, viszont iszonyatosan drága,
és szoktam keresni ilyen nagyjából hasonló minőségű, nagyon prémium kategóriás csizmákat, amik mégis egy kicsit olcsóbbak, és azokba szoktam otthon lovagolni, és a parlantit csak versenyre használom. És ezt néztem, nem pont ezt a fazont, de ilyen csizmát néztem, hogy otthonra veszek. Viszont aztán jött a lócsere, vagy Enjoynak a lovascsere, és ugye most így nincsen szükségem csizmára, nem láttam még egyébként Magyarországon, tehát webshopon találtam már, úgyhogy most már tudom. Ez a kék olyan gyönyörű, meg mondjuk a rózsaszín is, de nekem ezek a kékek a kedvenceim versenyingekből. Megpróbálok fiút keresni, hogy ne nagyon kalandozzak el, de szép. Keresek gyorsan Saninak, már nadrág. Ezek, ha jól látom, férfi nadrágok, és nem tudom, hogy mondtam-e, de Sanyinak mindenképpen szeretnék egy fehér nadrágot, egy versenynadrágot, úgyhogy megnézegetem gyors, hogy milyen nadrágok vannak, aztán kérek gyorsan segítséget méretbe, mert nem igazán tudom, hogy milyen nadrágot hord Sanyi méretileg. Valahogy a férfi méretekkel egyébként tök el vagyok veszve. Azt tudom, hogy mindig elhagyom a fókuszt. Azt tudom, hogy Sanyi nem szereti, ami telibőrös vagy teljesen szilikonos, hanem, aha, az ilyet, ami tudjátok, csak így a térdénél szilikonos. Nem látom. Aha, ez is ilyen. Gyorsan ebből megnézem, hogy milyen méretek vannak. Ide leteszlek titeket. Megnézem ezt a két nadrágot. Az az igazság egyébként, hogy elég kevés fiú nadrág van, tehát gyors megmutatom, hogy jó, most hogyha így nézitek, akkor ez mind fiú nadrág, viszont fehérből azért kicsit kevés. De mindegy. Ez tetszik. Ilyen szilikonos a nagyon jól tapad a TN-be. Most láttam meg ezeket a nadrágokat, ami ilyen leggingses. Imádom. Ez Csini egyébként. Sanyi nagyon fázós. Elég lesz neki a nadrág, nem akarom túlvásárolni magam, nehogy azt így aztán, hogy imádom. Ez az. Na, erről beszéltem. Ezek a gatyák most nagyon mennek. És ahogy Bence videójában múltkor ugye mondtam, ez most jelen pillanatban a kedvenc színem. Ott. Van egy csomó spuxos póló, trikó, pulcsi, ilyen dolgok, amit nagyon régóta szeretnék venni. Ja, és vettem egy pulcsit egyébként, vettem múltkor, viszont nem akartam már nagyon ilyen téli dolgokat venni, úgyhogy inkább most felpróbálok pár pólót, meg trikót, ami így nyára is tök jó. Indulni akartam gyors felpróbálni a dolgokat, de megláttam valamit. Szerintetek, hogyha egy ilyen kis kombinációval beállítanék öcsihez, akkor mennyire akadna ki? Kis csillogós rózsaszín. Jó, bár mondjuk a nyeregnek örülne. Prestízs. Gyerekek, ez az én nyergemnek az új verziója. Körülbelül 4-5 éve van meg az a nyergem, amit még most is használok, és már több helyen elszakadt, több helyen újra van varva, van, ahol újra is van töltve, és ez bomba. Gyönyörű ez a nyereg. Ó, de szép csipkés. Nézzük csak. 34. És ezt még néztem. Zakót biztosan nem fogok venni, viszont nagyon nehezen találok magamnak jó méretű zakót, úgyhogy ebből egy 6-osat felpróbálok. Pedig úgy vagyok, hogy nem minden csak konkrétan lovagláshoz használható, úgyhogy azokat lehet, hogy megveszem. Nem szoktam vásárolni, tehát nagyon ritkán vásárolok, főleg magamnak rendes ruhát.
a smink és a lovas cucc az, amivel nagyon el tudok merülni, de iszonyatosan. Úgyhogy bismillah, gyorsan felpróbálom a dolgokat, és megmutatom nektek, hogy melyik hogy áll rajtam. Elaludt a lámba a próbafülkébe, és nem tudom visszakapcsolni. Tudom, hogy a hátam mögött van a fény, és nem túl optimális, de muszáj volt ide leülnöm egy pillanatra. Kértem egy pohár vizet, mert írtunk meleg volt már a próbafülkébe, úgyhogy ezt gyorsan megiszom, és folytatom tovább a lórésszel. Angelnak ilyen hevederje van otthon. Na ez a futószár nálunk úgy fogy, hogy elmondani nem tudom. Úgyhogy fogok neki venni egyet. Régen egyébként ezt szerette, ilyen kis folyékony. Remélem ez jó lesz neki. Át kell jönnöm a másik sorba, mert a bácsi nagyon hangosan beszélget, és nem vagyok kíváncsi a beszélgetésére, úgyhogy átjöttem addig ide a másik sarokba, bár még itt is hallom. Remélem, ti nem halljátok. És itt a sarokba ki van hangosítva, gyerekek? Úristen! Itt a sarokba vannak a táplálékkiegészítők és mindenféle ló és szerszámápoló cuccok. Úgyhogy ezeket gyorsan átnézem, és aha, ide a nyalósóra addig leteszlek titeket. Omega 3 készítmény lovaknak. Miből van az Omega 3 olaj? Norvég lazacból. Kipróbáljuk. Ha én nem eszek halolajat, legalább a lova megyen. Valami hasonló kalapom. Sanyinek egyszer poénból vettem egy ilyet. Elkezdődött a nyár, és vagyis hát nyár, tavasz, és Angel nagyon-nagyon legyes, és mindig van rajta valami ilyen védmaszk, de nem tudom, lehet veszek egy ilyet, mert ez ilyen nagyon pici személy. Imádom a bőrnek az illatát egyébként. Ott díjlovas nyergek vannak, az nem kell nekem. Itt vannak az ugrók. Kenta úr, ilyenje van Sanyinak. Szerintem pont ugyanilyenje van, csak feketébe. Ez is Kenta úr. Azok horzék, az nem kell, megint díjlovas. Ja, igen. Jövök vissza. Invédőt, nem invédőt, bokavédőt szeretnék venni Angelnak, csak a csávó az előbb bezavart. És ezt biztos tudjátok már sokan egyébként, hogy Angelnak ez az invédője van, és amikor vettük, akkor még nem kellett hozzá a bokavédő, ami most már kell, és emmes, fekete, Angel picike, úgyhogy nem kell neki nagyobb, de ez jön velem. Majd az eladó csajoktól kell kérni a párját, úgyhogy azt majd mindjárt elkérem. Kezeket fel, ki ismeri a Waldhausent. Ezek. Egyszer vettem azért egy fésűt, hogy ezt nyomogassam. Annyira puha. One hour later. Alátétek. Itt a színem. Várj, ez díjlovas. Aha,
Ja, hogy ez mindig lovas. Akkor itt meg, aha, ezek az ugrók. Biztosan emlékszetek rá, Sanyinak pontosan ugyanilyenje van. És, ebbe a színbe devagány. Itt van a fordítottja az előzőnek, fülessel. Fú, én olyan vagyok ezekére a sötét, fekete, szürke, kék. Visszajöttem ide a kis tápkiek sarkomba, elkezdték a lányok felütni a dolgaimat, amit vettem, és egy kicsit elragadtattam magam, és több mindent vettem, mint akartam. Úgyhogy inkább nem is nézem, hogy mennyi lesz a végösszeg. Arra gondoltam, hogy most nem fogom nektek megmutatni, hanem hazamegyek, és majd otthon szépen egyesével kipakolom, elmondom, hogy mi miért tetszett meg, mit mire fogok, vagy kire fogok használni. Úgyhogy szorítsatok, fizetek, és otthon találkozunk. Vagyunk másnap reggel. Tegnap még be kellett mennem nekem is a belvárosba, és elintéztem pár dolgot, úgyhogy nagyon későn értem haza, és nem volt már erőm felvenni a végét, úgyhogy most fogom nektek felvenni, közben nőtt két gyönyörű pattanásom, és megmutatom nektek, hogy mik azok, amiket terveztem venni, és végül mivel jöttem haza. Kezdem előbb ezekkel. Vettem egy ilyen tök jó sprét, patarohadásra van. Habár nem rohadnak a lovainknak a patái, szerintem ez egy nagyon hasznos spré, és főleg azoknál a lovaknál, amelyikek vannak karámba is. Tudom, hogy a csirégóta szeretett volna ilyet, úgyhogy az első dolog az ez. Utána itt van ez az omega 3 halolajos táplálékkiegészítő, amit már mutattam nektek a boltban is. Hála az égnek, Enjoy nagyon könnyen eszi ezeket, úgyhogy vettem egy ilyet is. Itt vannak az összetevői, és az adagolási javaslat is, és az utolsó napos pink powder. Ilyet iszonyatosan régóta szerettem volna. Ez igazából egy multivitaminnak felel meg, és ki szerettem volna már nagyon rég próbálni, de valamiért elmaradt, úgyhogy most egy ilyet is vettem. Ja, és természetesen itt van még az a kobak tisztító, amit mondtam nektek. Azt mindenképpen akartam nektek mondani, hogy minden termék, amit vettem, lent lesz a linkje a leírásba, és meg tudjátok ti is nézni. A következő a Spooksos szatyor, az én személyes kedvencem. Itt van Sanyinak az a Spooks nadrág, amit mutattam nektek a boltban is. Aztán itt van az én nadrágom. Ez egy gyönyörű, kicsit szürke és kicsit bézses, csipkével díszített, teli szilikonos nadrág. Utána pedig van itt nekünk a kis szürke trikónk, az eredeti Spooks logós póló. Iszonyat jó anyaga van egyébként. És van még egy trikónk. Nagyon szeretem a sötét kékeket és a szürkéket, de szerintem erre rájöttetek már. Gyönyörű. És a végére hagytam a legutolsó szatyrot, ebbe pedig van egy veredusos alátét. Ebből végül kéket választottam, mert Sanyi is nagyon szereti a kéket. És ahogy mutattam nektek a boltban is, Veredus Grand Slam Carbon Gale Gold Edition, ennél hosszabb neve nem is lehetne, Scott Brush-os, így néz ki. Meg fogom nektek majd mutatni, hogy ha Enjoy-on van akkor is. És hát igen, az én kis póni babám, MS fekete. Iszonyatosan kicsi Enjoy egyébként, mármint hogy nagyon magas, viszont olyan kis vékony, hogy semmiből se jók rá az egész méretűek. Itt van egy légymaszk, van neki kettő, viszont mindig próbálgatjuk, hogy melyik lenne a legjobb, mert nagyon-nagyon érzékeny a legyekre. És
vettem neki egy kantárt, Mountain Horse-os, az a márka, amit csizmából mutattam nektek, anatómiai kialakítású, és természetesen ez is kobos. Itt van a futószár, amit mutattam a boltban is. És ez volt az utolsó termékünk, úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a kis bevásárlást velem. Amit ugye az előbb is mondtam nektek, hogy mindennek a linkje ott lesz a leírásban, úgyhogy ha szeretnétek megnézni, akkor ott rögtön oda fogtok találni az oldalra. És arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen kis játékot, hogyha véletlen nektek valamelyik már megvan, vagy esetleg veszitek azután, hogy én mutattam nektek, csináljatok egy képet róla, ahogy rajtatok vagy a lovatokon van, attól függ nyilván, hogy mit veszek meg. És hogyha ezt elkülditek nekem Instán, akkor ki foglak tenni titeket sztoriba, és válaszolok nektek az üzenetetekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a videóban is velem. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a kis csengő ikont, hogy kapjatok értesítést. Kövessetek Instán is, ha még nem követtek, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!